Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy Holt Finsternis november 8-án. És most mutatom azt a képet, ami erre a napra szól, tehát november 8-ára. Egy horoszkópot arra az időpontra, amikor itt Közép-Európában ez a Holt Finsternis kialakul. Itt ezen a képen látható a horoszkóp erre a Holt Finsternisre az indiai asztrológia szerint. Ez egy más számítás, mint a mi általunk ismert asztrológiánál, de ez egy nagyon precíz számítás, és egy hangban van azzal, ahogy az asztronómusok is ezt kiszámítják. Eszerint a számítás szerint a Hold a Kos jegyében van. Itt a képen felül látható balról tekintve a második kockában. A Holddal szemben van a Nap, hiszen teli Hold van. A Nap a mérleg jegyében látható, alul, jobbról tekintve a második kockában. Egy Finsternis akkor van, amikor egy teli hold vagy egy új hold a kármikus csomón van. És ez azt jelenti, a hold a felfele mozgó kármikus csomó közelében van, a Kos jegyében, ez Ráhú, a felfele mozgó kármikus csomó. Ráhú az megnagyobbít valamit. Néha eltúloz valamit, és Ráhú energiájánál gyakran anyagi dolgokról van szó. Ráhúval szemben van Kétú, a lefele mozgó kármikus csomó. Kétú az inkább befele tekint. Kétúnál érzelmekről van szó, Kétúnál a múltról van szó. És ezen a kármikus csomón a Ráhú és Kétú energiájánál van a Hold és a Nap. Emiatt van most ez a Hold Finsternis. Tehát tudjuk azt, hogy egy Finsternisnél mindig kármikus témákról van szó. Az, hogy melyik téma ez pontosan, arra utal a Kos jegye, és a mérleg jegye. A Kos jegye felett Mars bolygó uralkodik. Tehát itt Európában ez lehet, ez az ukrán-orosz háború. Hiszen Mars bolygó nem más, mint Áres, a háborúnak az istene. Mivel Mars bolygó uralkodik a Kos jegye felett, ahol a hold található ennél a teli holdnál, így Mars bolygó kihat az eseményekre. Mars bolygó visszafele halad, az lehet, hogy fékezi az eseményeket, lehet, hogy még valamit meg kell vizsgálni, de ez a visszafele haladás utal a múltra is. Tehát itt vannak témák a múltból. Mars bolygó az ikrek jegyéből hat. Itt a képen ez felül látható a sarokban jobb oldalon. Az ikrek jegyénél kapcsolatokról van szó, szerződésekről van szó, beszélgetésekről van szó. De mivel itt Finsternisről van szó, ez mindig titokban van.
Tehát vannak fontos tárgyalások, de nem derül ki, hogy miről van szó, mert nem beszélnek nyíltan erről. Itt lehet ez a konfliktus, ez a háború, viszont kihat a mérleg jegye is, hiszen a nap a mérleg jegyében van. Itt a képen ez alul látható, jobbról tekintve a második kockában. És a mérleg jegye az szimbolizálja a békét. És előfordulhat az is, hogy ugyan van ez a háború, de titokban vannak olyan tárgyalások, ami a békéhez vezethet. A nap, itt a képen S-O, németül die Sonne, magyarul a nap, kapcsolatban áll Kétúval, a lefele mozgó kármikus csomóval, ahol múltról van szó. Itt ebben a jegyben megjelenik Vénusz bolygó, ami utal a szeretetre, a szerelemre és a békére. Vénusz bolygó nagyon erős, hiszen uralkodik a mérleg jegye felett. Vénusz bolygó befolyásolja az eseményeket, és van szava, tehát kihat a dolgokra. Merkur bolygó az nagyon közel van a naphoz, tehát Merkur bolygó kihat az eseményekre, és Merkur bolygónál cselekvésekről van szó, szerződésekről van szó, kommunikációról van szó, sőt, kereskedelmi kapcsolatokról is szó van. Azon kívül Mars bolygó szintén kihat az eseményekre, hiszen a hold a kos jegyében található, ahol Mars bolygó uralkodik. Itt a képen a hold, németül der Mond, magyarul a hold, itt felül, balról tekintve a második kockában látható. És Mars bolygó az ikrek jegyéből hat, ez felül a sarokban látható jobb oldalon. És az ikrek jegyénél szintén kapcsolatokról van szó. Kereskedelmi kapcsolatokról, szerződésekről, de jelentheti a tudást, a továbbképzést is. Tehát Mars bolygó itt hat ezen a területen, befolyásolja ezt a hold finsterniszt. Mars bolygó jelenti a férfias energiát, itt lehet, hogy a férfiak tárgyalnak egymással. Amit tudnunk kell, hogy minden titokban történik. Nem derül ki, hogy miről beszélgetnek, hogy milyen tárgyalások vannak, milyen szerződéseket kötnek. Uránusz bolygó szintén kihat az eseményekre, mert Uránusz bolygó az a kos jegyében van, sőt közel ehhez a hold finsternishez, és Uránusz bolygó hatása alatt mindig vannak változások. Uránusz bolygó szintén visszafele halad, ami utal a múltra. Itt régi témákat kell megoldani. Mivel Szaturnusz bolygó kapcsolatban van Uránusz bolygóval, és ez előnytelen, vannak ellenségek, akik fékezik az eseményeket, mindent úgy szeretnének tovább folytatni, mint eddig, nem akarnak változásokat, de Uránusz bolygó az kihat erre a finsterniszre, és eléri azt, hogy ennek ellenére legyenek változások, legyen egy új irány, egy új kezdet, vagy új szerződések, tárgyalások,
De mint mondtam, ez nem derül ki. Viszont Jupiter bolygó ki fog hatni a későbbieket illetően ezekre a dolgokra, mert ott, ahol a Hold most megjelenik ennél a Finsternisnél, kialakul egy ilyen szenzitív pont. És jövő év augusztusában Jupiter bolygó már a Kos jegyében lesz, és eléri ezt a pontot, ahol most ez a Finsternis van. Tehát mindaz, ami most zárt ajtók mögött történik. Ezek béketárgyalások, kereskedelmi kapcsolatok, törvények, szerződések, ez mind titokban történik. Viszont jövő év augusztusában kihat ránk. Akkor megjelenik. Akkor kiderül az igazság, vagy akkor fogjuk érezni azt, ami most jelenleg zárt ajtók mögött történik. Ami a párkapcsolatot illeti, ebben az időpontban, amikor ez a Hold Finsternis kialakul itt Közép-Európában, akkor a nyilas jegye kel fel a keleti határon, kihat az eseményekre. A nyilas jegye alul a sarokban van bal oldalon. És az utal külföldi kapcsolatokra, utazásokra. Persze jelenti a politikai dolgokat is, hogy itt külföldi szerződések lesznek, vagy tárgyalások lesznek, de a párkapcsolatot illetően azt jelenti a nyilas jegye, hogy vagy lesz egy utazás, ami lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat, vagy kell egy irány, egy új kezdet a párkapcsolatot illetően. A nyilas jegyével szemben van az ikrek jegye, ebben a horoszkópban ez a hetes életház, a gazdasági dolgokat illetően ez jelenti a szerződéseket, ami a párkapcsolatot, a szerelmet illeti, ez a hetes életház szimbolizálja ezt a párkapcsolatot. Az ikrek jegyénél a levegő eleméről van szó, a könnyűségről, a játszadozásról, a tudásról és a kommunikációról. Itt a hetes életházban van ez a visszafele haladó Mars bolygó, ami utal a múltra, itt vannak emlékek, vagy azt is jelentheti, hogy ez a férfi, hiszen Mars bolygó jelenti a férfiakat, hogy ez a férfi most visszatér hozzád a múltból. Ezen a napon gondol rád, de még nem fog lépéseket tenni, viszont elvárható az, hogy lesznek változások a közeljövőt illetően. Ami viszont ezt a napot illeti, november 8-át, itt vannak titkok. Titkos tárgyalások zárt ajtók mögött. Nem derül ki az, hogy miről van szó. Viszont, ahol a Hold található ebben a pillanatban, amikor ez a Hold Finsternis van, itt kialakul egy szenzitív punkt. És ha egy bolygó eléri ezt a pontot, ami most kialakul ennél a Hold Finsternisnél, aktiválja ezeket a témákat, ami most jelenleg, tehát november 8-án titokban zárt ajtók mögött történik. És ez lesz Jupiter bolygó mozgása, a Kos jegyében, amikor augusztusban, jövő év augusztusában eléri azt a pontot, ahol a Hold jelenleg található, és akkor kerül majd valami napfényre, vagy akkor fognak ezekről a dolgokról beszélni,
ami most titokban történik, vagy vannak titkok, és augusztusban lesz hatása. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tendera!